Kezdjük csókolom, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai online sajtótájékoztatóján. Kiderült, hogy több fideszes politikus is karanténba került egy múlt hétvégi kastélybuli miatt, amelyet a Fidesz közeli alapjogokért központ alapítvány rendezett egy Urkút melletti kúrián. A kastélybuli résztvevő Hollik István fideszes kommunikációs igazgatóról derült ki, hogy fertőzött, ezért Gulyás Gergely, Orbán Balázs, Kovács Zoltán, Dömötör Csaba és Farkas Jöns fideszes politikusok is karanténba kerültek. Azt tehát már tudjuk, hogy a járvány egyik gócpontja a fideszes kastélybuli lehetett, a rendezvényen résztvevő politikusok teljes névsora azonban a mai napig ismeretlen. Holott politikusokról van szó, akik normális esetben választókkal találkoznak és rendezvényeken vesznek részt, így elképzelhető, hogy az elmúlt egy hétben akaratukon kívül akár tovább is terjesztették a betegséget. A Demokratikus Koalíció azt követeli a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra a fideszes kastélybuli résztvevő politikusok és hivatalos személyek teljes névsorát, valamint hozza nyilvánosságra a résztvevők teljes hivatalos programját a kastélybulit követően mostanáig. Öt nap telt el az ominózus fideszes buli, és aközött, hogy megtudtuk, Hollik István koronavírus fertőzöttként vett részt ezen a rendezvényen. Jogunk van tudni, hogy kik voltak ezen a kastélybulin, és hány választóval találkozhattak a kastélybulit követő öt napban. A DK természetesen mielőbbi gyógyulást kíván Hollik Istvánnak és minden esetleges fertőzöttnek, ettől függetlenül azonban elvárjuk, hogy egy járványügyileg ilyen kockázatos ügyben tisztáláthasson az ország. Talán nem kell bemutatnunk, hogy miből áll a legtöbb politikus munkája, különösen igaz ez a közhatalmat gyakorló politikusokra, emberekkel találkoznak, rendezvényeken és egyeztetéseken vesznek részt, egy nap alatt akár több száz választópolgárral is kapcsolatba kerülhetnek. Ez a lehető legsúlyosabb járványügyi kockázat, márpedig a fideszes kastélybulin a jelek szerint a kormánypárt számtalan politikusa részt vehetett. Járványügyi szempontból elfogadhatatlan, hogy nem tudjuk, kik vettek részt ezen az ominózus bulin, és kikkel találkozhattak az ezt követő öt napban. A Demokratikus Koalíció ezért azt követeli a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra a fideszes kastélybuli résztvevő politikusok és hivatalos személyek teljes névsorát, valamint hozza nyilvánosságra a résztvevők hivatalos programját a kastélybulit követően egészen mostanáig. Jogunk van tudni, hogy kik voltak ott ezen az ominózus bulin, és hány választóval találkozhattak az ezt követő öt napban. A Demokratikus Koalíció természetesen mielőbbi gyógyulást kíván Hollik Istvánnak és minden esetleges fertőzöttnek, ettől függetlenül azonban elvárjuk, hogy egy járványügyileg ilyen kockázatos ügyben tisztáláthasson az ország. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kezét csókolom, viszontlátásra!